Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk a Pizza Apokalipsze nevű játék. Ez egy ingyenes játék, és körülbelül, ha jól olvastam, francia diákok készítették, és 12 hét alatt? Minden igaz? Ugyebár Unreal Engine alatt készült, hát itt a betöltésnél láttuk, volt egy kis gond, de stabil 60-on van. Xbox karral megnézzük, mit csinál a játék, milyen beállításai vannak, stopwatch, counter. Controller rezgés, karaktermodell alap, vagy cilinder, jó, video, vSync on, toljunk mindent maxra, elviekbe potétó a gép igénye, VN deploy, bal felső sarokban látjuk, hogy van. Remélem a zenéje ennek a játéknak nem copyrightos. Ha ma nem visszük most egy adás alatt végig, amire megvan az esély, bár állítólag nem hosszú játék, akkor kiderül, hogy a jövőben kell a copyrightot tartani. Úgy látom, a verziókkal is foglalkoznak, mert 1.2.6-os már. Úgyhogy nyelvválasztás nem láttam, úgyhogy valószínűleg nincs. Elvileg mi egy pizzériázót üzemeltetünk, 99 cent a pizza, nem eurócent, igen. Új szelet, kihívás, a Pizza Corp Ltd-től. Úgyhogy egy szelet pizza, elviek be 99 cent. Most ugyebár a nagy gonosz robot pizza multikat kell legyőzni, hogy Timek vagyunk, ezek vagyunk mi. Tim és az autentikus pizzája, jó nagy bajsza van, 27-et kérés nyert, helyi pizzériáda, hát dinners ad az étkezős kajáda, Unmatched semmihez sem hasonlítható, és szeretettel készült, mint az Unmatched, az a semmivel sem összehasonlítható, Unmatched nem illeszkedik, nem passzol semmihez, úgymond, ezáltal mondhatni különleges, és Made with Love szeretettel készült, a Pizza Corp ellen van, úgyhogy szállítók segítségével marad rendelt pizzákat, ugyebár ezek vagyunk elvégben mi, és van egy nagy pizza, speciál pizza, 3 freezing cola és 2 friction dew az egyik rendelés. Úgyhogy ezek vagyunk mi, jobban alók semmi, ballal vagyunk és így gyorsulgatunk. Erre nem mehetünk, tudunk ugrani, jó, hogy tettek bele barriert. Oké. Átugorjuk, vagy ne ugorjuk át? Nem kötelező átugornunk. Aha, és akkor ilyen alapanyagokat kell gyűjtenünk, ahogy látom. És azt írja, hogy ugrás. Tom bounce. Aha, úgy ugrunk magasabbra. Aha. Bal gomb, jobb gomb. Így, aha. Szóval A, B, A. Oké. Chess, gaz. Aha. A, errel. Errel jelentem semmit nem csinál, vagy nem viszi, bár azt mondja, hogy valami van a pizza tartással. A jobbal kilőjük. Ja, hogy a hátsó kell? Nem. Left, right, left, right. Aha, és akkor a X. Jó. Meghaltunk. Ez itt gyors volt. Oké, és akkor ki kell nyúlnunk. Értem. Oda. És oda húzzuk magunkat. Aha.
Így. Na, ezt el fogom felejteni, amúgy ötletes mechanikák ezek. Amúgy. És ha megakad a pizza, mint például itt a falba, akkor tudunk rá felugrani és eljumpolni. Jó, jók pofák ezek a áttűnések, itt a... Csak a karaktert lásd, és akkor itt látod, hogy kívül meg itt egy ilyen házikó van, ami vagy nincs megcsinálva, hogy fene tudja. Akkor erre fele kell jönni. Közben azért felfedezünk mindent is, mert aha, erre van egy lépcső. Aha. Jó. Szerintem itt több útvonal van. Így is jó. Így is jó, na ott egy robot. Az valószínűleg bánt. Oké. Okay. Ja, hogy vissza kell húznunk, értem. Mondod, megcsapjuk vele, és vagy ott ragad, vagy nem. Jó, de legalább a robotokat le tudjuk csapkodni. Azok, akik itt elveszik a munkánkat címszóval. Errefele látjuk, hogy nem jöhetünk, de ettől függetlenül ugyebár ez itt fal. De akkor ezek szerint ez a fal nincs itt. Nem baj, ilyen apróságokkal ne foglalkozzunk végül is. Jó, ezt az ugrálás nem szoktam még meg. Igen, arra ismertünk, az ott észrevett, hátulról egy csat, akkor föl kell kapkodni. Leila egy tűn mellettem is hisztizik, hogy csak azért is ilyenkor akar simit. Ezt kinyújtjuk, oda rántjuk magunkat, vagy nem. Ahogy. Megvannak ezek is, arra felé is van út, nagyon nice. Akkor itt gondolom körbe kéne ugrálni, de ezek ilyen kis extrák, mert... Úgy, ez is megvan a kis dasolás. És még arra tovább, hát meddig kéne még repkednem, de tényleg. Úgy. De föl. Jó, mindegy. Ott hagytam egyet. Nyomok mindent egyébként. Az is megvan. Nice-mice, errefele valaki. Úgy látom, nagyon senki. Errefele van még egy ilyen út. Ezeket is összeszedjük. Szerintem ezek pont jól jönnek, hogy ezeket itt fölvesszük. Mindig akarom a jobb analógot piszkálni, és meg is lett az egyik különleges hozzátevőnk, az ananász. Ugyebár azt olvastam róla, hogy kell ezekre figyelni. Egyébként magyar leírás azt hiszem van a Steam-en rajta. Még hogyha magyar nyelv nincs is a játékba. Ezt simán mellé dasoltam, nagyon ügyes. Igen. Följövünk. Le. Ezek meg a ribirobik? Az fejet vág, aranyos. Jó, szerintem itt lent lenne vele valami. Vagy csak azért vannak itt, hogy itt végigjöhess. Így is jó. Ötletes kis jó pofa játék egyébként. Oké, az ott nem tudom mit csinál, azt írja, hogy no pizza. De sorra kapom az e-maileket, bár az Epic Store fut a háttérben, mert frissítget. Vele gyűjtve az aktuális játék, kettő is van. Úgyhogy ajánlott minden csütörtökön figyelni az Epic Store-ra, akinek van Epic fiókja, ha Fortnite-ozol, akkor elvégben van. Vagy hogyha Fall Guys-ozol, vagy egyéb.
be adokra adott. Na és eddig csórikámat lejjebb küldtük. Így át. Ne lefele essé már. Jó, azzal akkor máshogy kell menni. Igen. Mi fog a pizzára, hogy no have. Beugrottunk, ezen nem múlik a világ. Emberünk direkt nem tud nagyot ugrani, hogy nehogy már jó legyen. Megtanultunk megakadni a textúrába. Így. Na te. Hű. Ti bántatok? Nem bántatok. Kiadtatok valamit, nem tudom mit. Vagy fene tudja, lehet, hogy az fáj. Ha le lehet ezeket ütni. Ha ettől nem halt meg. Csak. Ettől viszont igen. Tök jó, ott van egy ilyen kis ladik. Jó. Tovább. Ja, hogy te rám esel. Get stomped. Köszi. Így is jó. Így is jó. Ugyebár részemről ez first view, mert review, mert elsőnek, első próbálkozásom a játékkal, elsőre látom. Ne esd le! Mehetünk vissza. Gyere! Úgy. De jó pofa, hogy adott érte argumentet, hogy... Oké. Okay. Úgy, mondtam én, hogy felszedlek. Azt hittem egyébként, hogy valami különleges lesz, de sajnos nem az volt. Úgy. Az irányítás egész baráti egyébként, így adja magát. Így még följem. Jó. Van egy ilyen érzésem, hogy valamiket elhagytam lent, és nem tudom milyen hosszú ez a pálya. Kettes aréna, canals. Aha, a területekre van akkor bontva. Visszább jövünk, mert itt lent is láttam dolgokat. Jó, az nem nyert, viszont ki lehet használni, hogy kittikénk leesik. Csat! Aha, csak egyszer lehet lecsapni, többször nem. És errefele mik vannak még amúgy? Nézzük meg. Aranyos kis jó pofa egyébként a zene, ilyen kis divatos. Kapta halt. Na, van itt az jócskán pontocska, amiket itt hagytunk. Hát a kémények nem tudom mit okoznak, elviekben nem szeretik a pizzát a füst szagok. És a egy-két kommentet olvastam, amiben az volt írva, hogy rövidke játék. Na már most mihez képest? Mert ugyebár... Most kérdés, hogy tényleg csak akkor ez a három pálya van. Amin vagyunk. Az ez itt a kettes. És ennyi az egész pályácska. Mármint a játék. Hát, ha szikret lettem volna, itt bújtam volna el. Lehet, hogy rossz szikret lettem volna. Mice. Éppen megfontoltam. Ahogy átdesselgettünk.
shot. Cop the heart. Ez vicces, hogy egy ilyen játékban is megjelenik az erőszak. Ha megnézitek, mert... De itt van. Flacs, bármi járt ezért, hogy vízbe kerültünk, nem? Most azt nem tudom, hogy vesztettem-e például ilyenkor pontot. Egy vágásnál úgy is kiderül. Hát az... Oké. Meg hogy lőjön ki, van itt minden. Egyéb pizzát. Kapta halt, oké, akkor őket így lehet megmakkantani. És ez itt neki egy... Ever. De azzal, hogy ezt megmakkantottam, meg már nem tudok itt fölmenni. Pedig arra felé is van valami. Na mindegy. Akkor menjünk erre le. Úgy. Erre. Hát ez érdekes volt, de... Kikerüljük itt akkor a jóságokat. A kamerát jó pofa lenne ilyenkor forgatni, de ezek szerint van egy fix nézetünk. És víz. Azt hittem nem fog újra kelni. Egyéb. Persze, elég jó nekem, ha kiköpsz. Ahogy. Azt hittem, hogy beragadt a pizzánk egy pillanatra, de ezek szerint nem. Jó. Úgy, át is jövünk erre. Ok, ok. Eddig már kétfajta enemit is értottunk. Éppen ezeket összeszedegetjük itt. Arrafele, lefele is van pontocska. Most nem tudom, hogy itt a pontocskákra is menjünk rá, vagy amúgy. Valamiért úgy érzem, hogy ez a játék ez csak ennyi lesz. Az, bár lesznek ilyen kihívások benne, hogy vagy időn belül megcsinálni, vagy fene tudja. Úgyhogy nagyon sok mindent erről nem tudok mondani, az a bajom. Az bár én pofáznám végig. Na, ananász. Második ananász, akkor egy ananász valahol elhagytunk. Hármas arra a rooftops. A rooftops az ugyebár háztetőt jelent. Érdekesen fut a karakterünk. Ez itt a vége. Mondom, lepottyanni le tudunk. Pizza crap. Mindenhol pizza. Jó. Erre jöttünk, akkor erre mi van? Semmi. Elviekben, ha minden igaz, a diákok, kik ezt a játékot készítették, mindent maguk készítettek. Az a rajzokat, animációt, pályát. Hogy egyedül csak a grafikus motor van felhasználva, az Unreal Engine és annak a képességei. Na, errefele úgy látom, meg vagyunk mindennel, vagy nem? De, nem. Na. Na. Majdnem elrontottam. Nem baj, erre jövünk. Erre vissza. Erre tovább. Ide le.
Ezeket is összeszedtük, közben megy el a hangom. Ez így erre. Na és neki erőtere van? Igen. Így is jó, hogy rá kell ugrani. Újfajta ellenség akkor. Relatív sima robot csak erőtérrel, azaz nem lehet kiütni pizzával. De ha így ráugrasz, mint a Sonic egyből kapott, Destroy 15 robot, clean up streets. Tisztítsd meg az utcákat. Így az utcák megtisztítva. Csitu van. Kapta halt. Jó pofa, mert a kontroller folyamatosan rezeg egyébként ilyen aprókat. Ha? Ezek ilyenkor nem nyomok rá, hogy odahúzzam magamat. Bénázok itt, mint aki nem tudja, hogy mit nyom, pedig úgy látszik, nem tudja, hogy mit nyom. Most oda vagy nem tudom magamat behúzni, vagy fene tudja, közben leütöm a kontrollerrel itt a mikrofont. Nagyon ügyes volt. Ugyebár ugrás, hátsó ravasz és X-el oda húzod magad. Direkt van még egy kis másodperced olyankor, hogy ezt megtedd. Hogy? Az lesz, ott szerintem a cél irányába megyünk. Gyere, leesünk, bár nem így kellett volna leesni, hanem aminek lenni is értelme. Itt ugrás volt, de... Én hiába hittem, ha ő nem hitt bennem. Ez mi volt? Új enemy vagy? Mi volt ez a hang? Na, akkor ne ugorjál föl. Jó. Poing. Azt... Hát, simán ránéztem és haltam. Te voltál ez a hang, mi? Nézd, pizza! Hogy én a gombát mennyire nem szeretem? Erről volt mindig is a vicc. Mármint a nem szeretemről. Tök mindegy, milyen ételt vagy italt mondasz, amit nem szeretsz. Arra ráfogod, hogy de jó, hogy te mennyire nem szereted azt a litat, most előadom mondjuk akkor gombával, mert a gombát tényleg nem szeretem. Szerencsére allergiás nem vagyok rá, de... A lényeg, hogy én a gombát mennyire nem szeretem, pedig ha szeretném, akkor rengeteget ennék belőle, pedig rettenetesen utálom. Arra bum. Most volt a kackac rész. Come on, jump, az, die. Úgy. Ez így megvan, ezeken meg csak át kell futni. Olyan, te nem akartál leesni? Azt hitte, hogy szabadnapos. Ta-da-da-da-da-da-da. Átsétálunk mindegyiken. Bum! Hogy megtartja magát ott a levegőben? Errefele bármi? Ezben nagyjából real is az idő, amennyi ideje játszunk. Úgyhogy... Valószínűleg akkor tényleg ennyi az egész játék, egy nagy pálya. Így. Azt meg gondolom meg kell várni még elfüstöl. Így átjöttünk.
arrafele nem tudom mi van, megnézzük, ha már lepottyanunk. Szépen visszahoz errefele egyébként. Látványosan nem volt semmi egyébként. Egy ilyen helyen bújik a megoldás kulcsa, de hát rooftops aját pályarész neve, úgyhogy valószínűleg itt a pályán fönt kell menni, nem pedig lent. Van, amit csak simán át lehet ugrani. Edd meg, die, die, die. Három egyszerre. 3-7-3, ide gól. Gól! Van foci. Azt nem lehet kiütni. Úgy följöttünk. Szépen erre. Doing, 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 doing. Aranyos kis játék egyébként. Kicsit mellé ugrottam, de sikerült. Ez a hang, nem tudom, hogy mi volt ez a tititit. De szerintem már tudom, a, mint mondtam akkor is előbb, akkor ez a hang volt a italautomata. Az ad ilyen hangot. Kérdés, hogy hol van? Érdekes ugrás volt. Na, itt megy a digielderrel. Van belőlük egy. Ott megy a diszkó az erre. Ez a pizzeria. Ez a cél. Nice. Jó, ja, akkor nézzünk el erre. Tudududj. Ami a kamera nem megy tovább ezért. Szerintem már nem nagyon van erre semmi. Csat. Ennyi. That's it, focilabda. Nem tudom, van-e értelme ezt valahol elrúgdosni. Lerúgtuk a háztetőről. Be a vízbe. Kecse. Hát, valakik ma nem fociznak. Erre. Erre. Éppen visszajövünk, kettő alapanyag van meg. Igen. Itt van a diumdisú. Nagyon dübörög a basszus. Konkrétan nagyon túllövik itt a basszust. Arrafele van valami. Erre csak ide. Köszi, emeljél föl. De nem sikerült. Akkor erre. Na, bent vagyunk a tetőn. Megijedtem, hogy ott vége valaminek. Nincs ott semmi extra, vagy lepotyogunk a szélén. Ahol valamiket felvettünk. Na, hát akkor ez a vége. Pizza delivered. Every bit count. Complete the for challenge, complete delivery. Oké. Okay. Kösz. Érje legalább 30 ezer pontot, ez megvolt. Pizza lover 69. Heaven on earth, that's a delicious. A Pizza Lover 69 tette egy megjegyzés nekünk arra, hogy menjek a földön, ez incsiklandó vagy finom. 76.300 pontunk lett, és három szoros szorzót ér az, hogy kettő ananász megvan a háromból. 25 perc volt a pálya, majd 26, és érd el a magas pontszámot, több mint 30 le. Oké. Teljesítsd a pályát anélkül, hogy megütnének, és 5 percen belül. Anélkül mi van? Saving pizza one slice at a time, I hope to use it back soon. Aha. És az ennyi volt.
Jó, hát akkor nem véletlen mondták erre, hogy rövidke játék, tényleg az volt. Jó pofa itt, hogy ugyebár választhatsz a karakteren defaulton, ami az alapértelmezett, vagy a klasszikon, ami az alapértelmezett szerintem. Nem, más a sisak sapkája. Vagy a szilinderre, amiből egyébként a modell készül. Legyünk klasszik. Nem tudom, miért van Nostalgic Athletics belőle, mert hogy... Vagy csak rejtsük el, mert... Hogy menjen? Vagy így, vagy hogy? Hide. De ment a számláló ott fönt, hogy akkor show, meg... Countert is. Más beltes semmi, DLSS. Kilőjük. Elméletileg 40-60-nak bírnia kell. Hiába a laptop. Lájje. Aztán lehet, hogy AMD-re nem fut. Igen. És megpróbálunk gyorsan a végig rohanni rajta. Ha kaptunk egy alaprendelést, és ennyi. Így erre. És már nem lesz meg a hittelenség. Mert rossz gombot nyomtam, csak azért. Na, nyomunk mindent is. Lesz-e neked tudatosság. Igen, extra magas latra tudsz ugrani a... Se. 5 percen belül kéne menni, de közben a gyűjtögetés szenvedély meg adja magát, mert... Pusztulj. Az összes robotot kiírtjuk. Az azt hitte, hogy bánthat. Mi kis naívak. Erre. Nem tudom, hogy erre van, de erre rövidítés volt, vagy fene tudja. Mindkettő kapta halt. Na. Csak felugrunk, kilapultunk. Pompeledődtünk. Ez is archivment volt egyébként. Jó, ez mit csinál? Ellök és bánt, jó? Gondolom nem tudunk átmenni rajta, te vagy a két nagyon vagány volt. Akkor ne ugorjál fő. Épp gyorsan olnák, azt nem hagy. Meg lesz. Kettes area. Jump. Ott az ananász, ide látom. Ott van a híd közepén, a boltív alatt. Jó, hát akkor a játékkal lehet challenge-et nyomatni egyébként, hogy teljesítsd az archivmenteket. Az szép volt. Ne műzzé itt nekem. Már nyomattal riadott. Te aludjál le. Úgy. Ott fönt is lehet valami, de akkor most már tudjuk, hogy hol van a következő útirány. Da. Oké. Kapta halt. Úgy. Kettő egyszerre. Hogy tudtam? Adta magát, hogy ezek egyszerre fognak halni. Így.
Speedrunnolunk 1000-rel. That's it, 3-as rész. De halljál, úgy. Te is halljál, úgy. Nézd, pizza. Úgy. Kapta halt. De jó pofa vagyok, hogy leestem. Már ennyin fog múlni tényleg, hogy meglegyen, mert elrondodom az ugrásokat. Na mindegy. Pusztulj. Hát nem hiszem, hogy fél perc alatt végítünk, bár már el itt a vége fele vagyunk. 1, 2. Nice-mice. Úgy. Erre. Erre. Há, hát kimentünk az 5 percből. De amúgy, ahogy látom, megcsinálható. Ez mi volt, bástya? Ja, persze, lapist ki magad, játsszál pizzásat. De mire kapkodok most már amúgy? Nincs meg az 5 perc, úgyhogy... És ennek köszönhetően nincs meg a... az se, hogy ne bántsanak. De az is meg volt. Na, erre van egy rövidítési út. És dacit zene. A végén még egy lehetőség megcsapni. És elszállítottuk. Hát, kb. 6 perc. Na, nem fedezgettünk föl. Úgyhogy nice-mice. Tudom ajánlani bátran, hogy próbáljátok ki ti is ezt a játékot. Ingyen ez Steamen. Nem filozok, nézzük-e meg a Steam adatlapját. That's it. Szakácsként sajátítsd el. Pizzakalapsz egy rövid játék, ami 18 másodéves diák készített, kb. 12 elhivatott fejlesztés alatt. A történet. Úgy tűnik, a világ megfeledkezett az autentikus kézzel készített pizza öröméről, miután a nyomasztó pizzakarcs beköltözött a városba, és az olcsó és hatékony konzervpizzával. Azonban az egyik pizzaszakács elhatározta, hogy ízekben gazdag, tradicionális olasz konyhát fog házhoz szállítani. Honnan vettem amúgy a francia késztő? Tehát, hogy valahol olvastam, vagy csak behalusztam, tudja a fene. Játékmenet. A Pizza Apocalypse egy rajzfilmszerű 3D-s platformer. Nem számít, milyen szinten van a játéktudásod. Szakácsként pizzadal rohangálsz és ugrálsz át a háztetőkön, és harcolsz a robotokkal, miközben átvágsz a pizzakorps által elnyomott városon, hogy eljuss a hűséges vásárlóidhoz. Szállj időt a gyönyörű város minden szegletének felfedelésére, és gyűjts feltételeket, hogy a lehető legmagasabb pontszámot érd el, vagy ismert ki az eszköztáradat a leggyorsabb idő eléréséhez. És próbáld meg a bónusz kihívásokat teljesíteni, minden játékstílus és képzettségi szint élvezheti a Pizza Apocalypse-t. Gépigény adott. Ugyebár a minimum az potátó kategória, mint láttátok, van benne DLSS is, úgyhogy az adott. Mi most ezt a kategóriát lőttük meg. Van ez így. Rövid, könnyed fangém, remek movement, írta Chris. Fél óra játékidővel. Egyébként vannak sokfajta... Emlékezteti az illetőt a Spongya Bob pizza szállításra. Hát, azt szerintem minden csak nem ez, de... Lehet, hogy odakint van egy másik. Itt jófajta leírások vannak még benne. Úgyhogy... 14 archivment van a játékhoz. Abból nekem most 6 meg is lett. Igen, 30% a játékosnak van meg, hogy elérje a Score Challenge-et, a pontokat, 30 000 ponttal.
eléggé karcsú. Made with Love, Complete Delivery, nem vitték végig a játékosok, 30%, 60%-a ezt. 10 szobat kinyírása. I can see my house from here. Tuxions enemy-t csapt ki. Hungry Hungry Robots, Feed Pizza, Your Suction Enemy, ugyebár ez a szívós, ez is a porszívó. Flat az a pizza, lapos, mint egy pizza. Gas Stomped, lapulj ki. Van Floor is Lava, maradj a levegőbe csak a pizzáról 3 másodpercig. Gyűjts össze mind a 3 ananást egy futam alatt, hát ugyebár ott akkor az időre nem megyünk rá. Complete the no-hit challenge, ne üssenek meg, ne essél vízbe, egyébek, ez is beleszámít. No time to waste, complete the time challenge, azaz itt minimum 1 és 2 végjátszás alatt van meg. Smoked pizza please, cook a pizza, both smoke went off a while. Aha, itt a ventit, ezeket a kéményeket kell akkor kihasználni, hogy füstös pizzát gyártsa. Gondolom, akkor rá kell lőni egy pizzát, vagy fölé, hogy ott álljon meg. Én arra tippelni. Funny Rock Image Lover, check out who made the game and list the full damn songs. Oké. Okay. Azért járt. Jár argument. Oké. Okay. Tip the tip, get the challenges one delivery. Aha. Hát akkor az már egy elég durva kihívás, hogy ne érjenek hozzád, legyen meg mind a 3 ananász, és legyen meg 5 percen belül. Na hát adott a lecke bástyák, ezeket ki lehet használni. Pick eater complete a delivery without picking up a single toppin. Azaz vidd végig a pályát, komplett a delivery, ugyebár a delivery itt a szállítás, csak itt a szállít, ki kell szállítani a pizzát, az a feladatunk, úgyhogy azért végezd el a teljesítsd a szállítást. Anélkül, hogy fölvennél egy single topping, az jó kérdés, hogy mi akar lenni ilyen téren, ugyebár a pont, mert ahogy nézem, ez itt egy gomba, de ez itt adja magát. Amúgy globálisan, az nagyon nincs meg senkinek, és ez se. Nagyon kis, erős, kemény mag tudta ezt megcsinálni. Check out who made the game and listen and then phone song. Na, most már érdekel, hogy mi akar lenni. Credits. Funny Rock Image. There's nothing we can... Akkor ez a cég maga a Funny Rock Image néven fut. Remélem hatalmas copyright az egész. Design programozók, 3D designer, SFX Music Design Lead, Metric Master, Technical Designer, User Interface, Gameplay Automated Project Programmer. A háttérbe ugrál a karakter jobbokba. Nice. Belepofázok, de nem baj. Úgyse hallatok, akkor már semmit. Trailer music, Akalava, meg Akaduktor Ron. Külön köszönet, 2 másodéves levelezők, gondolom, hogy végzők, Jeff, Simi Candy, minden playtesternek, és neked, and you. Rende University, Applied Science, az alkalmazott tudomány. Készítették diákok a Rende University Applied Science alatt. Köszi, hogy játszottál. És ott is van a nagy bajszával. Élvez néhány kulissza titkot ugyebár a fejlesztésről, mint képek. Jó pofák ezek, az ott egy Sidnek néz ki avval a bajusszal. Na hát gyerekek, ezt se látjátok minden nap.
én még csak játszanatok sem, hogy meglegyen. Hát igen, kinézett, meg aki a textúrázva van. Meg ott a pálya. Ahogy látom, volt belőle 3D terv is, meg a kamera más szögből néz. És akkor mi milyen színekkel operál. Összes enemy. Ott volt még terve más is. Mondom, a jövőbe más játékokhoz fel fogják ezt használni. És itt a főarc, Heavy Funner Rock Day. Legyen vicces kőnapod. Ott is van az Archivement, evel erősítettük az 1,9-esek táborát, legalábbis én részemről, úgyhogy csecse. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, ez most ennyi lenne. Ez szerintem marad a demók között, mert ebből több részt akkor nem tervezek, mert ez ennyi. Mindenki nyugodtan próbálja ki, azt a mondó vagyok. Unreal Engine-től annyira nem kell megijedni, bár lehet, hogy mondjuk nagyon integrált gépeken nem fog futni. Ugyebár a mostani konfigomban én nem tudom ezt tesztelni, mert van benne egy AMD meg egy Nvidia is. AMD a prociba, Nvidia az meg egy 4060, szóval ahhoz ez nem pálya annak ez a játék. Na de, még egyszer köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!